A Pakett tüzép 2007. június 1-én nyitotta meg kapuit, és jelenleg is főként építőanyagkereskedéssel foglalkozik. A cég vezetése úgy döntött, hogy egy szakmai bemutatónapot szervez, melyen különböző szakmákkal, eszközökkel, gépekkel ismerkedtettek meg az érdeklődők. A tüzépen próbáltunk egy szakmai napot kialakítani, mivel mindenféle építőanyagkereskedéssel foglalkozunk, és különböző gyártókat hívtunk meg, hogy szakembereknek tudjanak segíteni a felhasználás módjáról, esetleges kérdésekkel tudjanak hozzájuk fordulni. Mindenki tudjanak próbálni, vannak iskolák is, akik tanulókat hoznak, és akkor tanulóknak is ugye lehetőségük nyílik arra, hogy a különböző gépeket ki tudják próbálni. A cég vezetőjét arról is kérdeztük, hogy konkrétan milyen gyártók jöttek el a szakmai napra, és milyen gépekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Jöttek a MAPEJ-től, jöttek a különböző burkolástechnikai eszközökkel kapcsolatban bemutatót tartani, a szigetelés technikával kapcsolatban, különböző kézi szerszámokkal, vakológép, festőgép, nemes vakolat fújógépet, és akkor egy órakor lesz egy úgymond egy összefont bemutató, ahol mindenki saját kezdődek is tudja próbálni ezeket a gépeket, hogy igazából hogy mind működik. A Pixton Kft. Is képviseltette magát a szakmai napon. A cég képviselője Gadácsi János riporterünknek elmondta, hogy örömmel fogadták el a meghívást, hiszen a Pakett az egyik legnagyobb partnerük itt a környéken. A kitelepülés nem áll távol tőlünk, több ízben is részt vettünk már ezeken, sőt tartottunk is ehhez hasonlókat az ország egész területén. Természetesen ez sokkal különlegesebb alkalom, hiszen nem mi szervezzük, hanem vendégként vagyunk jelen, de örömmel képviseljük a saját cégünket is, ami egyébként elsősorban komplett hőszigetelő rendszerekkel, Pixton Kft. Mint rendszer gazda van jelen a piacon, valamint építőipari kiegészítő termékekkel, falazó, vakoló esztrikkel foglalkozunk. A PPG Trilag cég is képviseltette magát a Pakett bemutató napján. Festékekkel, illetve mindenféle festékkel kapcsolatos termékekkel foglalkoznak. Hála Istennek nem csak a jó időnek, meg a hatalmas vendégszeretetnek köszönhetően, de nyitottak az emberek arra, hogy folyamatosan találkozzanak a cégekkel, illetve megismerkedjenek az újdonságokkal, az aktualitásokkal, hogy mit tudnak a mindennapokban felhasználni, akár csak egy normál lakásfelújításról beszélünk, vagy egy komplett nagy építkezésről. Nagyon nagy létjogosultsága van annak, hogyha kedves partnereink nyitnak mi felénk is, illetve nyitnak a vásárlójaik felé, akik lehetnek napi szinten bejáró mesteremberek, vagy akár egy lakásfelújítással kapcsolatban úgynevezett DIY felhasználók, akik nem minden nap fordulnak meg egy ilyen áruházba, viszont nem mindegy, hogy egy helyen nagyon-nagyon sok mindent meg tudnak vásárolni, akár a fürdőszoba felújításról beszélünk, vagy akár egy lakásfestésről. A Fabroston Kft. Képviseletében Borda Zoltán riporterünknek elmondta, hogy cégük 1994 óta gyárt bográcsozókat, grillezőket és különböző kerti dekorelemeket. Hozzátette, régóta jó kapcsolatot ápolnak a Pakett tüzéppel. Nagyon nagy trendnek örvend a kinti grillezés ugye a magyar emberek körében, és szerettünk volna valami olyan egyedit alkotni, amivel tényleg ki lehet tűnni a versenytársak közül, használható és időtálló. Azt gondolom, hogy sikerült. Itt most be van mutatva egy MS méretű kültéri konyhánk. Rengetegféle opcióval, kiegészítővel lehet megrendelni. Nagy volt a jövés menés tehát a Pakett tüzép első bemutató napján. Sok szakmát tanuló diák is részt vett ezen a napon, akik a helyi középiskolából érkeztek. Ők is láthatóan igencsak érdeklődtek a különböző bemutatók iránt. Összegezve a látottakat, kijelenthetjük, hogy az esemény elérte a célját.